Sziasztok, és sok szeretettel köszöntelek titeket itt a Vlogmasnak a második részében. Hát a pulcsim is elárulja, hogy én már nagyon-nagyon karácsonyi hangulatban vagyok. Egyébként, közben itt a sanszika, és itt másik a lábam alatt, igen. Gyere, te is a képre. Szóval ezeket a karácsonyi pulcsikat a Lidlből szereztük be. A Somának is van egyébként egy hasonló ilyen zöld, de szerintem amúgy ez a piros a legmenőbb, mert ezen vannak ilyen kis világítós részek is. Na de a mai részben egyébként most itt sürgök-forgok a konyhában, ugyanis islert sütöttem, ami vegán, nem tartalmaz se tejet, se tojást, illetve még gluténmentes is. Cukor az van benne, kókuszvirágcukrot használtam, de úgy voltam vele, hogy nem akarom annyira elrontani, hogy akkor még az édesítő roncson az ízét, ez így tökéletes. A videó alatti leírásban megtaláljátok hozzá a receptet, és ilyen nagyon kis cuki sütépecséteket vettem a Pepco-ban. Egyébként ilyenkor érdemes végigjárni a Pepco-t, a Lidl-ben is nagyon jó ilyen süti formák vannak, és nem muszáj mézes kalácsot sütni, szerintem egy islert is tök jól föl lehet dobni. Úgyhogy igen, ez van most itt mögöttem a tepsiben, de egyébként ez a recept videó is fönt van a TikTokon, hogyha szeretnétek megnézni, akkor ott megtaláljátok, de a videó alatti leírásban is leteszem a receptnek a leírását. Úgy gondoltam, hogy a mai vlog rész az szóljon a koszorú készítésről. Izgulok, hogy sikerül-e, mert nagyon-nagyon szépet terveztem el, de még nincs meg hozzá minden, úgyhogy el kell mennünk beszerezni egy pár alapanyagot hozzá. Megmutatom a sütiket, hogy hogyan állnak, hogy néznek ki, aztán pedig induljunk is el, és vásároljunk be a koszorúhoz. Itt vannak a kis islerek. Ezeket majd még csokival be fogom fedni, de az is lehet, hogy így hagyom, mert nagyon-nagyon jól néznek ki. Most hagyom egy kicsit őket kihűlni. Ezeket a süti pecséttel készítettem, itt előblítettem őket, de megmutatom nektek, hogy néznek ki. Ilyenek kis pecsétek. Nagyon sokféle volt egy tasakba. Ezt azt hiszem a Pepco-ba vettem, de már nem vagyok benne biztos, hogy hülyeséget nem akarok mondani, de nagyon sokféle volt így egy tasakba. Na, el is indultam, viszont sok időm nincsen, ugyanis Soma nem sokára hazaér, és megígértem neki, hogy csinálok ebédet. Na, hát pont erre van szükségem. Egyébként nem gondoltam volna, hogy itt a Bauhausba találok, de lényegében ezek olyanok, mintha mindegyik egy ilyen kis kiegészítő jelenne egy tökéletes adventi koszorúnak, úgyhogy innen fogok most összeválogatni pár díszítő elemet a koszorúmra. Igen, és egyébként nézzétek, vannak ilyen szárított gyümölcsök is. Úristen, hát ez tökéletes. Egyik évben egyébként nagyon-nagyon kerestem az ilyen ágakat, girlandokat, hogy hol lehetne venni, és nem tudtam, hogy amúgy rengeteg van itt a Bauhausba, és nézzétek, ennyiféle. Van ilyen nagyon klassz karácsonyfa talpalávaló is. Így eltakarjátok vele. Hát, amit nem tudok eldönteni, hogy vegyek egy ilyet, és ebből hajtsam meg a koszorút, vagy vegyek egyet készen, mert egyébként nézzétek, itt vannak készen is, amik így messziről amúgy tök jól néznek ki. Viszont, hogyha közelebbről megnézem, annyira mély hatása van, hogy nem tudom eldönteni, hogy vegyek egy ilyet, és igazából akkor meg vagyok minden évre. Na, meg is szereztem mindent.
induljunk haza, és megmutatom, hogy miket van. Te mi sértődtél meg? Megsértődtél valami, hogy így hátot fordítottál? Most így, hogy belaktál, gondoltad, akkor elfordulsz? Gondoltad, akkor elfordulsz? Na, ide ne gyere hozzám! Isten, de mekkora csaj vagy, hm? Sansa? Sansa? Hát jó, akkor majd ezt a finom husikát megeszem én. Nyom, 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 nyom. De finom. De finom. Isten, hallod. Időközben én is hazaértem, és amúgy a koszorút már el is kezdtem felhasználni egy ilyen főzős receptes videóhoz, illetve a képekhez, tök szép háttér szerintem. És nagyon-nagyon jól sikerültek a sütik. Jól elmondom nektek, hogy mit csináltam, hogyha valaki esetleg nem nézni a TikTokot. Na most, olvasztottam csokoládét, és ezeket a picike islereket, a hátulját azzal a részével, ami nem mintás, azt mártottam bele a csokiba, és addig, amíg meg nem szárad, addig, és meg nem dermed rajta a csokoládé, addig így lefele fordítottam. De amire nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, az bent van a hűtőszekrényben. Amit beraktam a hűtőszekrénybe, itt ebbe csorgat, ez nagyon szépen kijött ebből, majd látjátok a videóban is, csorgattam ide csokoládét az aljába, és úgy raktam bele. Szóval majd ezt kiszedjük, és kíváncsi vagyok, hogy... Sőt, már lehet, hogy már most ki is tudnám szedni. Ezt megpróbálom. Aha. Oda nézzetek. Na, mit szóltok? Mennyire jó lett. Szóval olvasztottam bele csokoládét, beletettem, és utána ugyanígy így rátettem a kekszet. És úgy maradt. Úgyhogy ennek nagyon örülök, mert ez nagyon-nagyon finom lett. Tiszta csoki lettem közben, a mindegy. Még egy kicsi idő kell nekem, még rendesen lehűlik. Mindjárt itthon van a Soma, neki már elkészítettem egy nagy vajling ebédet. Hát neki mindig tésztát szoktam csinálni ebédre. Egy ilyen marhahúsos, gombás, paradicsomos ragút készítettem, ebbe tettem bele a tésztát, és majd mindjárt darálunk parmezánt is a Thermomixben. Egyébként ez nagyon-nagyon jó erre, mindjárt megmutatom, hogy hogy. Szóval van nekünk ilyen óriás nagy, hatalmas nagy parmezánunk, amit Olaszországból hoztam haza, illetve kapni is szoktunk Somának a tesójáitól. És ezt úgy, ahogy van, leaprítom az egészet, és akkor ilyen reszelt parmezánként tudjuk használni. Ez kell egy jó nagy erős kés, és úgy, ahogy van, ezt az egészet meg tudom szedni. Szia, babám! Szia, kihez beszélsz? Hát a nézőimhez. Ja, sziasztok! Adok egy puszit a kedves feleségemnek? Adhatsz egy puszit? Meg ez pedig jól néz ki, még csináld, ezt várom még. Itt láthatjátok a sajtot, ezt így jól felszeleteltem ilyen kisebb kockákra, és akkor mindent belerakok ide a Thermomixbe. Nem tudom, hogy így az egészet, de azt inkább nem, majd így kétszerre. És akkor maradt egy ilyen a lényegében sajtreszelő funkció, de... Csop! Csop! Hogyha betölt. Csokapik! Nézzük csak... Lehet az a sajtot? Ó, parmezán. Ott van parmezán csíz. Na, ez nagyon hangos lesz. A Sansa rendesen rettek tőle, de most bekapcsoljuk. Kész is van. Nem mutatom nektek. Ez a kedvenc funkcióm amúgy benne. És voilà! Reszelt parmezán. A Somának a tésztájára. Mert már a Soma nagyon ilyen. Úgy nézem, vacsorát is csináltál. De... Igen. Jó lett? Nagyon jó. És akkor itt a parmezán sajt.
ezt lezárom és berakom a fagyasztóba, mert így sokkal tovább eláll, és igazából semmi baja nincs, ugyanígy reszelhet, ilyen reszelve marad, gyorsan kiolvad, amikor kell. El is készültek a sütik, kivettem őket, nagyon-nagyon szépek lettek az összes. Egyébként ez a háttérben, amit hallottok, az a Sansa éppen porszívózik, de jól sikerültek a sütik. Úgyhogy majd ennek a receptjét is leteszem a leírásba. Beszereztem ugye ezt a koszorút, ami egyébként hát nem volt valami olcsó, 12-3 ezer forint volt, azt hiszem csak ez. Viszont ez így rá van téve egy ilyen masszív keretre, vagy nem is tudom, hogy hogy hívjam ezt. És így ezzel fogva így föl tudom akasztani, és lényegében, hogyha ezt megcsinálom szépre, akkor onnantól kezdve megvan minden évre a koszorúm. Viszont, hogyha lenne így az ismerősi körben fenyő, mondjuk, akkor biztos, hogy elmenném megmetszeni, és azt csinálnám meg. De na, sajnos most így hirtelen nincsen, úgyhogy, de mondjuk hétvégén megyünk a szülőkhöz, akkor ott lehet, hogy lesz és hozok, de most ezt sikerült. Na mindegy. Aztán vettem ilyen kis tobozokat is, kis csillagocskákat, ezeket fogom majd még rátenni dísznek, illetve a Lidl-ből vettem egy ilyen ragasztó pisztolyt, és azzal fogom felragasztani. Vannak itt ilyen szárított narancsok, vettem ilyen szalagokat, viszont masítkatni nem tudok, és már betegesítettem magam egyszer. Úgyhogy ezeket a ragasztó pisztoly segítségével így elkezdem felragasztatni, és akkor meglátjuk, hogy milyen lesz. El is készültem ezzel a gyönyörű szép koszorúval, vagy kopogtatóval, ki minek használja. Igazából ide már csak egy pár gyertyát kéne berakni, és már is használható koszorúnak is. Valami hasonlót szeretnék majd az asztalra. Úgyhogy ilyen lett, gyertek és tegyük ki az ajtóra. Így néz ki, aki akarja, az látja, hogy melyik lakásban lakunk. Úgyhogy ez lett volna a mai videó. Egyébként még azon gondolkoztam, hogy egy ilyen kis világító fényfüzért ráteszek. Na szóval, van egy ilyen világító fényfüzérem, amit szintén a Lidl-ből vettem, az ilyen kicsike, és amúgy csomó helyen láttam már. Arról is, hogy ezt még azt hiszem, most már mondhatjuk, hogy tökéletes lett. Nagyon tetszik, ahogy világít benne ez a kis fényfüzér. Nekem mára már csak az edzés van, illetve még egy kicsi videóvágás. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszik ideig a vlogmas, és még nagyon-nagyon sok mindennel készülök számotokra, úgyhogy mindenképpen iratkozzatok fel, és ha tetszenek a videóim, akkor nyomjatok egy lájkot, mert nekem nagyon sokat jelent. Találkozunk egy következő videóban, sziasztok!